Pedig dicsekedjünk Urunk Jézus Krisztus keresztjében, benne van a mi üdvünk, életünk és feltámadásunk. Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg világosítsa ránk az ő orcáját, és könyörüljön rajtunk, hogy megismerjük a földön a te utadat, minden nemzet meglássa a te üdvözítő művedet. Mi pedig dicsekedjünk Krisztus keresztjében, benne van a mi üdvünk, életünk és feltámadásunk. Hálát adjanak neked a népek, ó Isten! Hálát adjanak neked minden nemzetek! Pedig dicsekedjünk Urunk Jézus Krisztus keresztjében, benne van a mi üdvünk, életünk és feltámadásunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek! Egy hét van mögöttünk, egy olyan mozgalmas hét, amikor a hívő emberek imára gyűltek össze. Ezen a héten kétszer imádkozott együtt az egész katolikus világ, a hívek közössége. Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, déli 12 órakor hívta meg a világegyház híveit a Szentatya, közös imára, és pénteken este a Szent Péter térről imádkozott, és adott Urbi et Orbi áldást, és kérte az Úristen irgalmasságát. Ezt az irgalmasságot kérjük mi is a mai szentmisében. Nagybőjt 5. vasárnapja van, Fekete Vasárnap a hagyományos elnevezése, és ennek a fekete színnek most nagyon nagy üzenete, mély üzenete van, hiszen az egész világ a vírus támadásától szenved. A Szentatya azt mondta, világméretű a vírus támadása, ezért világméretű ima összefogásra van szükség. Erre a közös imádságra hívlak meg benneteket. Így ajánljuk fel a mai imánkat ezen a vasárnapon. Ezen a vasárnapon az evangélium Lázár feltámasztásáról szól. Az Úr Jézus elővételezi saját feltámadásának a csodáját. A húsvéti titokban három eseményt ünneplünk, Jézus szenvedését, kereszthalálát és feltámadását. Most a nagy péntekben vagyunk, de tudjuk, hogy a nagy péntek nem tartja foglyul Jézust, hanem harmadnapra föltámad. Ez a nagypéntek hosszú lesz, napokig, hetekig eltarthat, de tudjuk, hogy a alagút végén ott ragyog ránk a feltámadt Krisztus fényessége. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük a Szent Mise titkait.
gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vezessen, amellyel Krisztus szerette a világot, és halálra adta értünk önmagát. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Így szólt az Úr Ezekiel prófétához: jövendőj és így beszélj népemhez. Ezt mondja az Úr, az Isten: íme kinyitom sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepítelek titeket földeteken, és megtudjátok, hogy én az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem. Mondja az Úr. Ez az Isten igéje. Az Úrnál az irgalom, és bőséges a megváltás nálom. Az Úrnál az irgalom, és bőséges a megváltás nálom. A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, Istenem, hallgass a szómra, füled figyeljen fel, könyörgő szavamra. Az Úrnál az irgalom, és bőséges a megváltásnál. Számon tartod a vétkeket, Uram, Uram, ki az, aki előtted megállhat, de nálad bocsánat.
ezért félve tisztelünk téged. Az Úrnál az irgalom, és bőséges a megváltás nála. Te benned remélek, Uram, és igédben reménykedik lelkem. Lelkem várja az Urat jobban, mint éjjű őr a hajnalt. Az Urnál az irgalom, és bőséges a megváltás nála. Jobban, mint éjjű őr a hajnalt, várja az Urat Izrael, mert az Úrnál az irgalom, és bőséges a megváltás nála. Ő váltja meg Izraelt minden bűnétől. Az Úrnál az irgalom, és bőséges a megváltás nála. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Isten lelke, aki Jézust feltámasztotta a halálból, bennetek lakik. Testvéreim, aki test szerint él, nem lehet kedves Isten előtt. Ti azonban nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. De akiben nem lakik Krisztus lelke, az nem Krisztusé. Ha Krisztus bennetek lakik, jól lehet a test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó lelke által. Ez az Isten igéje. Áldunk téged, Krisztus! Örök dicsőség néked. Áldunk téged, Krisztus, örök dicsőség néked. Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki bennem hisz, nem hal meg örökre. Áldunk téged, Krisztus, örök dicsőség néked. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Lázár beteg volt Betániában, Máriának és nővérének Máriának a falujában. Ez a Márta kente meg az Urat mirhával, és törölte meg lábait a hajával. A beteg Lázár az ő testvérük volt. A két lánytestvér megüzente Jézusnak, Uram, nézd, beteg, akit szeretsz. Amikor Jézus meghallotta, ezt így szólt, ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten fia megdicsőüljön. Jézus szerette őket, Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt. Azután így szólt a tanítványokhoz, menjünk el ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki, Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és te megint oda mégy. Jézus ezt felelte, nem 12 órája van a nappalnak, aki nappal jár, nem botlik el, mert látja a világ világosságát, de aki éjszaka jár, elbotlik, mert hiányzik belőle a világosság. Azt mondta, azután hozzátette,
Lázár, a mi barátunk elaludt, de én megyek és fölkeltem. A tanítványok így szóltak, Uram, ha elaludt, akkor meggyógyul. Jézus Lázár haláláról beszélt, ők azonban azt hitték, hogy az álomba merülésre gondol. Erre Jézus nyíltan megmondta nekik, Lázár meghalt, és hogy nem voltam ott, örömömre szolgál miattatok, hogy higgyetek, most azonban induljunk hozzá. Tamás, akinek iker volt a melléknefe, így szólt tanítványtársaihoz, menjünk és halljunk meg mi is vele együtt. Amikor Jézus megérkezett, Lázár már 4 napja a sírban feküdt. Betánia Jeruzsálem közelében volt, mintegy 15 stádiumra, fél óra járásnyira. Így sok zsidó jött Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérünk miatt. Amint Márta meghallott, hogy Jézus jön, eléje sietett, még Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de tudom, hogy most is bármit kérsz Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte neki, testvéred fel fog támadni. Erre Márta így szólt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus folytatta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Márta ezt válaszolta neki. Igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. E szavak után elment és hívta testvérét Máriát. Halkan odaszólt neki, megjött a Mester és hív téged. Ennek hallatára ő rögtön fölkelt és Jézushoz sietett. Jézus ugyanis még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mártával találkozott. A zsidók pedig, akik Máriával együtt a házban voltak és vigasztalták őt, amikor látták, hogy Mária gyorsan fölkel és kimegy, utána siettek, azt gondolták, hogy a sírhoz megy, hogy ott kisírja magát. Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt és meglátta őt, e szavakkal borult lábaihoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Mikor Jézus látta, hogy Mária sír, és hogy a vele jött zsidók is sírnak, lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte, hova temettétek? Azok így szóltak, jöjj, Uram, és lásd. Ekkor Jézus könnyekre fakadt, erre a zsidók megjegyezték, nézzétek, mennyire szerette őt. Némelyek azonban így szóltak, ő, aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghaljon. Jézus pedig még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta az elhunyt testvére megjegyezte, Uram, már szaga van, hiszen 4. napos. Jézus ezt válaszolta neki, mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét, és így szólt, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyétek, te küldöttél engem. E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta, Lázár, jöjj ki! A halott azonnal kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta, oldjátok fel, hogy járni tudjon. A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, Lázár feltámasztásának a története tulajdonképpen elővételezi Jézus feltámadását is. Jézus isteni ereje mutatkozik meg ebben a csodában. De van egy különbség, óriási különbség Lázár feltámadása és az Úr Jézus feltámadása között. Lázár feltámasztása és Jézus feltámadása között. Lázár, aki halott volt, a mi fizikai világunkba tért vissza. Vegyétek le róla a kendőt, hogy mozogni tudjon, mondta Jézus. Miután Lázár kijött a sírból. Jézus feltámadása egészen más. Ő nem a mi világunkba tért vissza, hanem az Atya dicsőségében foglalta el a helyét. Tehát Jézus feltámadásával egy másik
világba, az Atya világába, a Szent Háromságos Isten dicsőséges életébe tért vissza. Az elmúlt héten a vakon született fiú meggyógyítását hallottuk. Jézus ezzel feltárja előttünk, hogy a hit szemüvegén keresztül leszünk igazán látókká. A mai evangéliumban pedig meg akar erősíteni minket, hogy ő új látásmódot ad nekünk, és hogy ő maga a feltámadás és az élet. Ő a világ világossága, láthatóvá tette a vakot, most a feltámadás és az élet bizonyítja, hogy ő benne élet van. És most, amikor egész Európában és az egész világon azt tapasztaljuk, hogy a halál kaszál, és naponta több száz ember hal meg, akkor ebből tudunk mi is erőt meríteni, hogy Jézus az élet, és ha belévetett hittel tudunk imádkozni, akkor fel tudjuk fedezni, hogy a halálunk után következik az élet, az igazi élet, amit tőle kapunk ajándékba. Az ő legnagyobb csodajele, a halott feltámasztása azonban a legnagyobb ellenállást váltja ki. A főtanács elhatározza Jézus halálát, később pedig Lázárnak is életére törnek. Lázár története a János evangéliumában olvasható 7 csodajel közül az utolsó, egy hosszú fokozásnak a végpontja. A cselekmény lényege most az a folyamat, amelyben Jézus odaér a sírhoz. Előbb késlekedik, majd késleltetik sorban az elébe járulók, akik képtelenek elhinni, hogy Jézus még most is, még itt is képes segíteni. A félreértések és látszólag lényegtelen részletek halmozásán keresztül János mégis elsegít mennünket Márta hitvallásáig, amely az elbeszélés első csúcspontja. Majd a sír elé, ahol Jézus az apokaliptikából ismert rövid parancsoló mondattal életre kelti a halott Lázárt. Lázár, jöjj ki! Jézus a tetteiben mutatja meg, hogy ki ő, és bizonyos értelemben azt is, hogy mi fog vele történni. A tanítványok félnek az üldözéstől, és igazuk van. Jézust valóban halálra keresik Júdeában. Jézus, aki odalép a sírbolt elé, hogy parancsoljon a halálnak, belép majd a halál torkába, sőt valóban meghal, mégis előre hálát ad, eukarisztiát ad, mint az utolsó vacsorán, és imádkozik övéiért, akiket az Atya neki adott, mint a búcsúbeszédek végén. Itt, ebben a történetben a sírral szembenézve is, így imádkozik Jézus. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál, én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék, te küldöttél engem. János evangéliuma meghív minket is, hogy belépjünk Jézus szeretet közösségébe, hogy hívők legyünk, hogy értők legyünk. Jézus könnye és megrendülése jó példája ennek. Az emberek azt mondják, nézzétek, mennyire szerette. És valóban az evangelista elmondja mindjárt a bevezetőben kétszer is, Uram, nézd, akit szeretsz, beteg. Jézus szerette őket, Mártát, Máriát és Lázárt. Jézus visszafogott könnyezése nem a siratók zajongását idézi bennünk, hanem valakinek a tiszteletre méltó, de legbelülről feltölő megrendülését. Jól értik az emberek Jézus könnyeit és megrendülését? Az értelmezők szerint ez a megrendülés szinte harag is lenne, felindulás a hit emberéjé, aki látja, mennyire nem hisznek benne azok, akikért eljött, akikkel most csodát akar tenni, mennyire bezárkóznak, jogosnak vélt fájdalmukba, miközben maga az élet akarja őket meglátogatni. És ez üzenet most ebben, amikor azt érezzük, hogy a fájdalom bezár minket. Jézus erőt ad, hogy kilépjünk ebből a fájdalomból. Uram, akit szeretsz, beteg, aki ez a
kifejezés jelenthetné, akit szeretsz, gyenge. Gyenge, talán a hitében. Gyenge, amíg hitre nem segíted, amíg meg nem erősíted. Lázár visszatér az életbe, és nem azért, hogy még egyszer meg kelljen halnia, hanem hogy Istent dicsőítse új életével, hitével, amelyben már átment a halálból az életre. Megyek, felébresztem, életre keltem a barátomat Isten hatalmával, szeretettel, amely erősebb, mint a halál. Urunk, add nekünk is ebben a járvány uralta időben, hogy sok ember szívében ez a csoda, ez a történet felébressze a hitet, felébressze a reményt, és felébressze a szeretetet. Amen. Valljuk meg a hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztushoz, aki Lázár feltámasztásával megmutatta, hogy ő a feltámadás és az élet. Add, Urunk, hogy egyházat szentségei által minél többen életre támadjanak a lelki halálból. Add, Urunk, hogy az élet szolgálatában a népek összefogjanak a járvány idején és az éhínségek és a háborúk leküzdésére. Hogy minnyájan erőt és bátorítást nyerjünk a feltámadás hitéből. Hogy a járvány következtében elhunyt betegeink időben részesüljenek Jézus vigasztalásában és szentségeinek kegyelmében. Hogy Jézus szavai erősítsenek meg bennünket, amikor szeretteinket gyászoljuk. Kérünk, Urunk, kérjük tőled a kegyelmet és az erőt az orvosoknak, az ápolóknak, a szociális munkában dolgozóknak és mindazoknak, akik a járvány leküzdésénért küzdenek, hogy fáradhatatlanul tudják küldetésüket megvalósítani. Mennyei Atyánk, te szent fiadat az élet és a halál urává tetted. Segíts kegyelmeddel, hogy a lelki halálból mindig fel tudjunk támadni, és földi életünk után részünk legyen az örök életben, Krisztus a mi Urunk által.
áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott. Áldott legyen az Isten mindörökké. A bor és a víz titka által részesedjünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az lélek itala. Áldott legyen az Isten mindörökké. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket és legyen kedves színed előtt áldozatunk. Most, Uram, bűneimet és vétkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezdetül az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyian és az egészen. Hallgass meg minket, mindenható Istenünk, és add, hogy híveidet tisztítsa meg ennek az áldozatnak az ereje, miután a keresztény hit tanításában részesültek Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő, mint valóságos ember, megsiratta barátját, Lázárt, mint örök Isten feltámasztotta őt a sírból. Az egész emberiséget is megszánta, és húsvéti szentségei által új életre támasztott minket. A Te fölségedet általa imádják az angyalok, kik szünet nélkül örvendeznek színed előtt. Add, kérünk, hogy az ő szavukkal a miénk is eljusson hozzád, midőn velük együtt újjongva zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség, Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyed és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy, Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt.
vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Zsolt püspökünket segédpüspökével, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan, a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőséged velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Isten bárányod, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nékünk. Isten bárányod, te elveszed a világ bűneit,
mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése váljék a szent áldozásban lelkünk üdvösségére. Uram Jézus Krisztus, az élő Isten fia, Te az Atya akaratából a Szentlélek közreműködésével halálod által életre keltetted a világot, szabadíts meg engem szent tested és véred által, minden vétkemtől és minden bajtól, add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez és soha el ne szakadjak tőled. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre, mondja az Úr. Könyörögjünk. Kérünk mindenható Istenünk ad, hogy mindig élő tagjai maradjunk szent fiatnak, akinek testét és vérét magunkhoz vettük, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ferenc pápa imája a járvány leküzdéséért. Ó Mária, Te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon. Rád bízzuk magunkat, betegek egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában. Római nép üdvössége, Te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után. Isteni szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Oltalmad alá futunk Istennek, szent szülője, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, ó dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Hirdetések.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése értelmében március 22-től templomainkban nincsenek szentmisék, sem egyéb szertartások. Csak haldoklókhoz megyünk ki, első pénteken nem megyünk a betegekhez. Esküvés, keresztelő, valamint temetés csak szűk körben végezhető. A gyóntatás és áldoztatási szünetel ebben az időszakban, a gyónásra bűnbánattal felkészültek részesülhetnek az általános feloldozásban. A veszély elmúltával pótolni kell a gyónást, illetve nagyon ajánlatos az áldozás helyett a lelki áldozásban egyesülni Krisztussal. Továbbra is minden nap fogok szentmisét bemutatni, de sine populo, azaz a hívek részvétele nélkül. Vasárnap a délelőtt 9 órai szentmisét felvételről követhetjük a városi televízióban. Aki tud, lélekben kapcsolódjon be, és így egyesülhetünk Krisztus áldozatával. Plébániánk idősebb, 70 év feletti testvéreit arra kérem, hogy vegyük nagyon komolyan a közösségi érintkezés minden formájától való tartózkodást, a leghelyesebb otthon maradni, sehova nem menni a következő időszakban. Plébánián Karitász csoportja Nagy Gyuláné vezetésével és önkéntes híveink bevonásával készen áll arra, hogy idősebb testvéreinknek segítsen a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban. Kérjük, hogy a segítséget szívesen igénybe vevők és a segíteni tudók, lehetőleg az 50 év alattiak jelentkezzenek telefonon Nagy Gyulánénál. Az ő elérhetősége 0620 390 54 85. Az általános feloldozás, a tökéletes bánat fölindítása és a lelki áldozás külön mellékletben megtalálható. Az Egyházközség honlapján is olvasható ez a hirdetés, és ott csak kattintani kell, és megtaláljuk a imádságot. A Jézus szíve templom hétfőn és pénteken este 18 órától 18 óra 30-ig nyitva lesz. Aki szeretne imádkozni, szeretettel várom a híveket. A plébánián semmilyen közösségi összejövetel nem lesz a járványveszély elmúltáig. Tehát elmarad a jegyes oktatás, alapozó hittan, első áldozók bemutatása, gyóntatása, nagybőjti lelki nap. Most pedig kinyitom a tabernákulumot, és lelki szent áldozást végezhetünk, 2-3 percig csendben. Avilai Szent Teréz így tanít a lelki áldozásról. Ha pedig nem járulhatnátok szent áldozáshoz, leányaim, akkor a szentmise alatt igyekezzetek lelkileg áldozni. Ez is nagy haszonnal jár. Utána pedig tegyetek épp úgy, mint a szentségi áldozás után, és szálljatok magatokba. Ez kitűnő eszköz arra, hogy az Úr iránti szeretet belehatoljon a szívünkbe, mert ha előkészülünk befogadására, ő mindig sokféleképpen megajándékoz bennünket, anélkül, hogy észrevennénk. Úgy vagyunk vele, mint a tűzzel. Akár mekkora legyen is, ha távol maradtok tőle, nem fogtok megmelegedni. Ellenben, ha közel mentek hozzá, az egészen más dolog. Ha tehát a lélekben megvan a kellő előkészület, értem, hogy szeretne nem fázni többé, s ha egy ideig a közelében van ennek az isteni tűznek, utána több óra hosszat is meleg marad.